És szavaztok, srácok, üdvözlök mindenkit, Nani vagyok. Itt az ideje, hogy megnézzük az Eurofishing-nek az új DLC-t, amelynek a neve nem más, mint Manor Farm. Angliában játszódik, elég nevezetes, szép nagy boshalak vannak benne. A tavi rekord egyébként az 22 kg, amit láthatjátok, ekkora a tó mérete. Itt már viszont érdemes az aljnövényzetet is megcéloznunk, úgyhogy nem csak iszapos és köves tűt, kavicsos tűt kell hoznunk, hanem érdemes a másikat is berakni. Én a szokásos fajta csalikkal jövök, és nekem itt ez a rész nagyon tetszik, innen fogjuk megkezdeni, úgyhogy vágjunk is bele. Igen, csak ugye én ezt elfelejtettem a felszerelésekbe berakni a cuccokat. Azt mondja, hogy horgászrád a szerkesztése. Ugye van itt korda, ez igen. Kavics, iszap, kavics. Azt nem vettem még olyat? Ó, de jó. Kavics, iszap, kavics, 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 iszap. Aha, nem vettem. Jó, nem baj. Azt mondja, hogy... Na, nekem itt ez így tetszik is. Meg fogjuk nézni, hogy miket is lehet ebbe a tóba fogni. Én az elsőt kipróbálom egy tigris mogyoróval, és méghozzá idebe a kisebbe az öblös részbe. Nagyon jó, nekem ez itt tökéletes. Másodikat egy picit más irányba fogom dobálni, és erre viszont ilyet teszek. Megpróbálom messzebb. Igen, ott a mélység 1,6 méter volt. Erre meg egyelőre teszünk ilyet. Aha, na azt fogok megcélozni. Magát egyébként a kiegészítőt az körülbelül 11 eurós áron tudjátok megvásárolni a Steambe. Ú, majd 4 méter, nagyon jó. Tehát akkor ugye vannak szép méretek, tehát úgy értem mélységek. Úgyhogy ugye ott jártam, hogy 11 euróért tudjátok megvásárolni a Steamen belül magát a kiegészítőt. Én azt mondom, hogy a játékkészítők azért csinálhatták volna magát ezt az előző kiegészítőt, ugye ami az lakóparkos tavacska volt, aminek ilyen sík egyenes volt az alja. Tehát igen, az lehetett látni egyébként, hogy az első kiegészítőhöz képest nagyon el lett kapkodva. Reméljük, hogy ez már jobb lesz. És ki fogjuk ismerni ezt a tavat, és természetesen ezt live-ba is meg fogjuk majd nézni. És egyébként most azért nincs is facecam, mert a gameplayhez nem fogok mától berakni ugyanicsak videó. Csak simán, hogy minden élvezhető legyen. Na, a kettest is viszi. Ezt megpróbáljuk valahogy megfárasztani. Valamelyik nap egyébként már játszottam rajta, és hát sajnos elszakadt a damilom. Nem bírta. Tehát pedig már kivezettem a part széléig. Na, ki jössz még ma? Nem nagyon kellene ráncigálnom, mert ugye amikor meglazul a damil, akkor elmehet. Így, ne? Ops, majdnem. Gyere csak ide. Uhú, a kettes az nagyon. És nézzétek meg, hogy talán picit mintha javítottak volna a fodrozódáson is, tehát a víz fodrozódásán is. Jó, gyorsan a kettes is megfárasztjuk. Oha, nagyon ment a kettesünk. Ez mint egy picit nagyobb lenne. Így van, ez egy szép, nagyobb bacska lesz. Ugye 68-67-re indultunk, és már 70-en jár, és nagyon feszül a damil, úgyhogy ezt finoman kellene megfárasztani. És ugye 1,6 méteren volt itt a mélységünk. Na gyere, gyere szépen ki. Ó, nehezen adja magát a kicsi. Hát ezt egy olyan durván 10 felettire sarcolom, nem lesz meg ez a szerintem a 20 kilós. A bőven, látja még a 10 kilós, hát egy 11-esre. Azt mondom, hogy ez egy 11-es lesz, a másik egyébként az 1-es boton meg azt mondom egy 6 kiló. 6-9 közti érték, vagy súlyhatárat tudom sarcolni.
De majd mindjárt meglátjuk. Ezt tetszik azért, itt már visszaadták a természeti adottságokat, tehát ezt a tél, hogy így kimész a természetbe. Viszont én azt mondom, hogy egy holtágszerűséget, tehát mi mindig rakhatnának be, és a pergetés azt mondja, hogy még mindig nagyon hiányolom a játékból. Na, gyere csak ide. Na, gyere már, oly, ott úszott a kishal. De még mindig ezen adja meg magát. Jajaj. Igen, mondjuk még itt a vezetés az eléggé. Na, csak megadta magát, nézzük csak meg. Hogy akkor milyen halakat fogtunk lényegében. Na, 13.57-es tükörpont, de szép. Gyönyörű. És nézzük meg, hogy az egyesen mi volt, ugye én azt mondtam, hogy 6-9 kiló közé satszolom ezt. Ó, annak is szép volt a háta. És ott volt a farka. Uhú, ne, 11-es tükörpontja ez is, nézzétek meg. Ez egy kicsit fakoltabb, de még mindig szép. Az 1-est ezt vissza is rakjuk ide. Szerintem a 3-ast is át fogjuk rakni. Vagy pedig cserélünk rajta a csalit. Én úgy látom a parcélei az majdnem mind 4 méteres. És kíváncsi vagyok, hogyha... Na, most miért nem megy át? Azért. Hogyha ezt is ide rakjuk, akkor ezen mi várható ezzel a csalival? Nagyon jó. Erre pedig teszünk boilit. Négy méter, az szép. Na. Hát most ismételtem, várunk, megnézzük, hogy milyen szép halakat fogunk fogni ismételten. Hát az előbb hamarabb kaptunk, ugye? Kapásunk. Na, és ismételten a 2-es. Oho! Oho! Jaj, még ott van! Nézd, de az leakadt pedig. Na, ez érdekes. Na, nem baj. Pedig ez tutő le volt akadva, hát lehetett látni. Ez se lesz olyan kicsi. Tehát úgy látom, hogy eddig a... ez az úszó csali, ugye ez a zöld, illetve a tigris magyaró az nagyon bejön ebbe a tóba halaknak. És szerintem akkor lehet, hogy akinek már megvannak ezek a dolgok, érdemes ezt kipróbálnia ezekkel a csalikkal. Illetve akinek megvan a pálya. Már jön kifele. És lehet, hogy ki fogjuk próbálni az úszót is. Tehát ugye azt még nem is nagyon próbáltuk ki az úszózást. Megnézzük, hogy úszóval mit sikerül fogni. És megint nehezen adja meg magát. És ott van lent a hal előttünk. Most már meg kell neki adnia magát.
visszavezet. Új, de ott egy szép nagy farka volt, láttátok? Ott van, meg is adta magát. Uhú! Gyönyörű. Majd 15 kilós. És ez is tükörpont. Nagyon szép. Nagyon jó. Megnézzük a hármassal, hogy azzal mit tudunk kezdeni, mert ezzel nagyon nem kóser valami. És viszont... ezt így próbáljuk ki. Kihúzzuk szépen. És megpróbálunk úszózni. Még nagyon nem csináltam, úgyhogy tudod, hogy béna leszek benne. Ott van valami, látjátok? Na. Indulj meg. Nem nagyon akar. Hát akkor várunk a látmást, nem tudunk, ugye ez a horgászatnak a... az egyik hozzávaló élménye. Igen, mondjuk itt akár mondjuk lehetett volna gilisztával is. Vagy csontkukacsal. Nem feltétlenül az a jó, hogyha messzebbre dobunk. És úgy horgászunk, hanem mondjuk lehet akár part közelbe is. Szerintem még itt fura, hogy az úszózásnál nem tudtok mélységet állítani. Mindjárt megnézzük beljebb. Majd 100 méterre bedobtuk. Pocsolnak ám. És ott ugye 3 méter a vízmélység. Hát az úszózásra semmi nem akar szinte jönni. Úgyhogy ezt ki is vesszük. És... és megnézzük.
látszik, hogy semmi. Kicsit széjjel nézünk. Ugye nagyon szép a táj. Bár igen, tehát azért ezt lehet látni ugye, hogy ez egy mesterséges tó, tehát egy sima horgásztó, mint a való életben. Ugye vannak öblös részek, ahova az előbb dobáltunk. Az is nagyon jó volt, illetve velünk szemben, mert ugye ott láthatjátok, hogy hol van, hogy a horgász, nem, horgászláda kell nekünk, bocsánat. Rossz gomb. Tehát ezt a részt is nagyon meg lehet próbálni. Ez nagyon jó itt, meg szerintem itt tetezek a részek. Úgyhogy mindenféleképpen azt próbáljátok ki. Srácok, köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyi lett volna ez a rövid videó, amiben megmutattam ma azt a Manor Farm nevezett talat és tavat, és fogtunk egy-két halat. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve ha még nem tetted, meg iratkozzatok fel. Találkozunk hamarosan, sziasztok, Medi voltam!